Sose videóztam még ezzel a kamerával így. Úgyhogy most azt tudom, hogy éles vagyok-e, vagy hogy hallottak-e, vagy mi van. De kipróbálom. Szóval itt vagyok a reptéren, ugyanis ma megyek Londonba. Még sose voltam Londonba, és nagyon izgi, és amúgy az FN-be felmegyünk. Hogy ebből az egy napban, ebből a mai délutánban fogok mindent megesülni. És most én fél órával előbbint vagyok, mert én ilyen előbbint vagyok, és most már ott tudják ezt. Becsekkoltunk! Lehet, hogy senki nem lesz fókuszban, de... De én fókuszban állom, ugye abban sem vagyok biztos. Szóval becsekkoltunk, és nem sokára lehet menni a kapuhoz. Aki izgul. Nem tudom, nem is fókuszál rátok, de ott van Vivi. És Vivi titkos barátja, akit soha nem látunk sehol. De már kinéztek a képet. Ajajajajaj. Nem lehet mindenki akkor szállni soha. Igaz, igaz. Ladies and gentlemen, Captain Speak, my name is Alexander. Bemutatom nektek életem legdrágább hornlevesét. Íme. Én most már kellettem. Ja, hogy meg. Még értünk is késett, ők is késtek. Hát képzeljétek el, hogy itt igen mindenki késik, és megbüntették a sofőrünket, és most 10-15 percig itt állunk, amíg büntetik. Olyan aranyos. Igen. Nagyon aranyos fej van, és nagyon bocsánatot kért, meg a rendőrbácsik is nagyon aranyosak velünk amúgy. Hozzá kell nyúlnom a vészkajámhoz. Leesett a vércukrom. És mindenki nagyon éhes egyébként, igen, és most semmi nem látszik. Na, Hali! Úgy érzem, némi magyarázatra szorul, hogy én itt Londonban hesztelek. Szóval az van, hogy az FNDF-nek a őszi-téli kollekciójának a bemutatójára jöttünk. Közben diszkréten a lábamból becsuktam az ajtót. És annyi a lényeg, hogy szerkesztők jöttek velünk, a PR-téktől jöttek velünk, illetve hárman vagyunk bloggerek. Ugye itt van még Vivi meg Dóri. És annyi egyébként az út, hogy szerdán kora délután jöttünk, és holnap csütörtökön délután már megyünk is haza. Úgyhogy ma csak egy ilyen rövid túra fér bele, holnap meg lesz a sajtótájékoztató, aztán meg meglátjuk, hogy mennyi szabad időnk van még. Megpróbálunk minél több képet csinálni, minél többet látni így a városból. Olyan konkrét programot nem csináltunk meg, sajna nincs időnk múzeumban menni meg ilyesmi, pedig jó lenne. Úgyhogy most csak így átérezzük, hogy milyen ez a London feeling, és meglátjuk, hogy érdemes-e visszajönni így máskor is, és nagyjából ennyi a terv. Úgyhogy most ilyen kis életképeket fogtok látni, meg magáról a sajtótájékoztatóról egy kis sneak peeket, hogy mi lesz majd az FNDF-nek az őszi-téli kollekciójában, és azt hiszem, hogy ennyi. Megérkeztünk a szállodába, becsekkoltunk, és most már itt vagyok a saját szobámban. Egyedül leszek ezen az egy éjszakán. Egyébként amint megérkeztem a szobámba, eltüntettem a kártyámat, de már megtaláltam. Bedobtam a táskámba. És hát amúgy viszonylag egyszerű a szoba, de megmutatom nektek. Ahogy így beérkezünk az ajtón, itt van egy tükszi. Mármint egy tükör. Aztán a fürdőszoba az amúgy eléggé szép. Azt tetszik nekem. Elégedett vagyok vele. Hello, itt vagyok én. Van nagyítós tükör. Igen, ott a WC, azt inkább hagyjuk. És ekkora pici szoba, ilyen dolgozó rész, pihenő rész, alvó rész, a szokásos, van itt minibár, meg gardrób, van tévé, és most jutott eszembe, hogy
kivételesen olyan országban vagyok, ahol értem a tévét. Plusz, azt, amit mások mondanak, azt én értem, de amit én magyarul beszélek, azt ők nem. És ez tök fasza. Na, most majdnem itt hagytam egyébként a telefonomat, úgyhogy indulunk felfedezni. Itt egy keb! Juhu! Buszok! Telefonfülke is lesz? Hopp, nézzétek, lesi fotó. Egy őr. Épp itt vagyunk a... Semmi baj. Épp itt vagyunk a Big Ben és a London Eye között, ami most totál kék, úgyhogy valószínűleg nem fog látszani. Úgy buszok, Pikben. És így pont elhalkult. Oh! Na, beültünk egy Black Cabbe is. Yeah! Nagy a boldogság. Amúgy annyira nem, mert roható késésben vagyunk, csak. És nerveztük, hogy lehetne taxit fogni, de hát csak sikerült, beugrottunk egy pirosnál. Úgyhogy ennyi a titka. You can change your table cloth, just go imagine and by the arrow you can change your favorite. Yes, the drawing one. So you just go here, you double click, and from here you can choose type of brush. You can also choose the color, then you press OK, and then you start to draw on the table. That's all. Okay, thank you. Vivivel kimentünk még így sétálni az éjszakába, úgy volt, hogy jönnek még velünk Brigi, meg Dóri is, de Briginek szegénynek beadandót kell írnia. Dóri meg már nagyon fáradt volt, és most már én is érzem, hogy nagyon fáradt vagyok. Most van amúgy egy óra, úgyhogy 7-kor kelek, hát igen, most le kéne feküdnöm most már elég rendesen. Úgyhogy szerintem lemosom a sminkemet és lefekszem aludni. Amúgy nem tudom, hogy az előző snitben így mennyire láttátok, de nagyon-nagyon elégedett vagyok a NYX-es cuccokkal, amiket most így kipróbáltam. Ez az alapozó volt, a szemhéjtus és a szempillaspirál, azt hiszem, hogy ennyi, meg a fixáló spraybár, azt már korábban is használtam, a mattítósat. És hát szerintem egész nap a helyén maradt kb. Minden. Ez a ragyám azért már eléggé átlátszott az előzőben, de nézzétek még most, hogy most milyen durva. És ahhoz képest az előzőben szerintem még teljesen korrekt volt. Itt a piros foltokat is eltüntette egész napra, úgyhogy nagyon jó. A szempilléspirált egyáltalán nem kenődött el, a szemhéjtus dettó. Szóval itt szinte hihetetlen, nagyon-nagyon tetszenek. Már felvitelkor is tetszettek, de most már végképp. Na
megérkeztünk az FNF-nek a sajtótájékoztatójára, és ugye ez volt igazából a fő úti célunk, úgyhogy most itt fogunk körülnézni, megnézzük az új őszintéli kollekciót. Ez itt a kabát krassom, és rajtam is éppen ez van. Megvan a vlogger ajtó, és pont most kisütött a nap, és majd megsülünk, és olyan árnyékos az összes kép, hogy így nem tudjuk kihasználni ezt a szép helyet. De ilyen rózsaszín. Tudjátok, mivel gondoltam bele? Nagyon vicces. Most tulajdonképpen egy szigeten vagyunk. Hát nem vicces. Egyébként nagyon össze vagyunk zavarodva folyamatosan emiatt a jobb kormányos dolog miatt. És nagyon, nagyon rossz fele nézünk körül, nagyon elüttetjük magunkat minden egyes zebránál, és nincs mindenhol lámpa. Szóval egy kicsit veszélyes. És egyébként mindig ki van írva, hogy merre kell nézni. Onnan jön a forgalom. Szemben is ki van írva mindenhol. És úton megyünk a reptérre. És úton. Ah. Ez az Asian. Ah. It should be cool, nem? Az Asian. Ah, oké. Okay. Thank you. Éppen ilyen mangós valamit csócsálok, ami egyébként ausztrál. De még sosem láttam ilyet, és nagyon finom. És tökre nem látszik benne semmi, igaz? Na. Ilyen. Vettünk ilyen rácsákat, elköltöttük a maradék pénzünket nagyjából. Amúgy Dórival vagyunk ketten. Mert a többiek még maradtak. Vagy a szerkesztők még jönnek velünk haza, csak másik autóban vannak. Úgyhogy kb. Ennyi volt a kis trippünk. Reméljük, hogy a repülőtéren minden rendben lesz, és nem sokára otthon leszünk. Egy dupla elbúcsúzás. Igen, kicsit nyúzott már a fejem, de megérkeztünk. Most, hogy mondod, ja, igen. Fénylik is, mint az állat. Ideje hazamenni, nem? Pontosan, én is ezt érzem. De legalább biztonságban megérkeztem. Yes! Kicsit rázkodott a gép amúgy közben, úgyhogy egy para volt. Akkor irány haza. Hát, hazaértem, kipakoltam a cuccaimnak a nagy részét. Odaadtam a szuveníreket a családnak, úgyhogy úgy tűnik, hogy ennyi volt ez a kis túra. Igazából nagyon élveztem, bár tény, hogy ez egész egy rohanás volt, kb. Az ilyen városnézős része. De nekem nagyon tetszik az, amit Londonból láttam, úgyhogy nagyon hálás vagyok az FNF-nek, hogy egy kicsit belekóstolhattam a londoni életbe. És szerintem igazából csak megbizonyosodtam arról, hogy Somával mindenképpen vissza akarok majd látogatni, kicsit több időre, meg több programra. És most meg már megnéztem az Eurovíziónak a döntő, középdöntő, elődöntő, nem tudom milyen döntőjét. És tovább jutott a magyar pápai Joci, úgyhogy boldogság van. És most pedig alszom, mert iszonyat fáradt vagyok, és holnap is dolgozom. Rendes mókuskerékbe visszazökkenünk. Nem tudok beszélni. Jó éjszakát!